Tisztelt főigazgató úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Hallhattuk a főigazgató úrtól, hogy mi minden látható, található itt, és mi minden lesz majd látható, és felkereshető ebben a könyvtárban, a Nemzetkönyvtárában. És ez egy jelentős pillanat valóban, nem csak a könyvtár, hanem a Budavár története szempontjából is. Alig néhány napja ünnepeltük Magyarország uniós csatlakozásának 20. évfordulóját, és én emlékszem, hogy már 20 évvel ezelőtt is Dunát lehetett rekeszteni azokkal a cikkekkel, amelyek arról szóltak, hogy mi magyarok, mennyi mindent köszönhetünk Európának. Ma viszont valami olyasmi miatt vagyunk itt mindannyian, amit más dolgok mellett miattunk Európának, mi tettünk hozzá az európai kultúrához. Márpedig mi magyarok sokkal többet adtunk a világnak és benne Európának, mint amennyit mi kaptunk tőle. Hiába a számok, a tények számítanak, 1000 év Európában, 20 év az Európai Unióban. Fontos tudatosítanunk magunkban, hogy a legnagyobb magyar királykönyvtára, a Korvinák nem zsákmányként hordattak össze a világ minden szegletéből. Jelentős részük itt készült Budán, talán pár méterre tőlünk, itt, ahol most mindannyian ülünk. A Biblioteca Corviniana korának második legnagyobb könyvtára volt, és mint ahogy a magyarokat, úgy a Korvinákat is szétszórta a történelem ura. Főigazgató úr mondta, hogy mindössze a 10%-a ismeretes ennek a hatalmas gyűjteménynek. A míves kötetek, ahogy a főigazgató úr mondta, 14 ország 44 gyűjteményében vannak szétszórva, és minden egyes darabja kivételes, felbecsülhetetlen értékű műalkotás önmagában is, hát még így együtt, de ez a pont még elég messzinek tűnik, de ez jó hír a főigazgatónak és a könyvtár munkatársaknak, mert munkájuk lesz bőven. És mint ahogy a szétszórattatás ellenében a magyar nemzet határokon átívelő újraegyesítése volt a gyógyír, ugye a Korvinák összegyűjtése is a digitalizáció révén teljesített ki. Így ér révbe a másfél évszázados álom, hogy Mátyás király könyvtára újra Budán legyen. És így teszünk eleget Kányádi Sándor kérésének, sőt kulturális parancsának is, hogy minden szellemi javainkkal költözködjünk föl az internetre. Jelentem, a mai napon 28 Korvina föl is költözködik az internetre. Köszönjük mindenkinek, aki az elmúlt másfél évszázadban, közte az utolsó 22 évben a szétszódott kódexet fölkutatták, földolgozták, a digitalizációt végezték, az engedélyt kérték és a honlapon közzétették. Főigazgató úrral volt szerencsém megnézni a digitalizációs osztályon dolgozó emberek munkáját. A monotonitás az egy nagyon nehéz kihívás, és úgy látom, hogy itt nagyon nagy munka van. Tehát az, hogy 13 millió dokumentum van évente digitalizálva, az egy hatalmas szám. Gratulálok mindenkinek, aki ebben a munkában részt vett. Tulajdonképpen itt egy szellemi fekete sereg van, és egy titkos összeesküvésben azt várja, hogy visszaszerezzük azt, ami a miénk volt. Sok sikert kívánok mindehhez. És van egy dolog, amit muszáj vagyok megemlíteni, ugyanis sosem szabad eltévesztenünk szem elől, hogy ránk magyarokra a háború az mindig pusztulást és pusztítást hozott. Nem csak emberi életeket követel, hanem tönkreteszi a gazdaságot, és bele-bele marra a kulturális kincseinkbe is. A Korvinák hosszú története kiváló példa erre, hiszen az oszmán-török hódítástól a Vörös Hadsereg felszabadító zsákmányolóig tart a szomorú sor. Ennél többet talán nem is kell mondanom, hiszen pontosan tudják, hogy 24 nap múlva mi lesz. Bízunk abban, hogy Európa is észhez tér, és a Korvinák költözkedése az internetre tovább folytatódhat, békében és biztonságban. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, Isten újja Magyarországon!